This is the case. Day to day on minimum wage. End of the day I'm feeling. Köszöntelek benneteket, Bognár Zsolt, grafikus festőművész. Szeretnélek körbevezetni benneteket a kiállításomon, amely a Kompolói Színház aulájában megtekinthető egészen április 15-ig. Február 6-án volt egy nagyon jó megnyitónk. Akinek nem volt lehetőség eljönni, azok számára szeretném bemutatni az itt látható képeket. A kiállítás fő gerincét egy korábbi kiállításom anyaga adja, amelynek Vonalkódok volt a címe, ez Kaposváron volt 2019-ben. Ezeknek a képeknek az inspirációja Tóth Krisztina Vonalkódok című novellás kötete volt. Az itt látható képeket ezeknek a hatására készítettem el. Vegyítem a kubista, absztrakt, illetve némileg reális irányzatokat. Dominálnak a színek, a geometrikus formák, illetve a női figura. Nagyon sokan meg szokták kérdezni, miért nőket festek. Nagyon egyszerű a válasz, sokkal szebbek a nők, mint a férfiak. Szerintem ezzel nem árultam el nagy újdonságot. Amint láthatjátok, elég összetettek a képeim. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy konkrétan mennyi portré látható egy-egy alkotáson. Én már is elvesztem a fonalat, és fogalmam sincs a válasz. Az imént említett novellás kötetet mindenképp szeretném javasolni, hogy olvassátok el, vagy csak lapozzatok bele. Ezt azért teszem, mert számomra az inspiráció mellett nagyon mély és régi érzelmeket hozott felszínre. Azt gondolom, hogy az embernek kell a jó és a rossz egyaránt, ezeket meg kell tudnunk és meg is kell élnünk. Akár egy kiállítás, akár egy könyv, bármelyik megoldás lehet erre. Úgyhogy bíztatlak benneteket, hogy a olvasást is minél gyakrabban tegyétek. A kiállítás főgerincét, ugye, ahogy említettem, a korábbi kiállításom az anyagon adja, viszont szerettem volna megmutatni más jellegű alkotásaimat is. Ezeket itt láthatjátok. Egy időben nagyon megfogott például a víz, amit nyilván azért a rám jellemző portréval is helyenként megoldottam. Illetve kicsit reálabb irányban is szerettem és szeretek alkotni időnként. Erre azért van szükség, hogy felfrissüljön kicsit az alkotási módon. A legutolsó kép az azért személyes kedvencem, szeretnénk nektek bemutatni. Ez kimondottan a kiállításra készült, a kiállítás felhelyezése előtt egy nappal készültem el vele pontosabban. Azt gondolom, hogy ez a képem, ami a leginkább bemutatja most jelenleg az én alkotási módomat. Ez sokkal letisztult, és sokkal másabb, mint például a kiállítási anyagnak az első része. Remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Ha bármi kérdésetek van, akkor szerintem megtaláltok Facebookon, Instagramon, hogy keresetek bizalommal. Az itt látható három kép a kiállítási anyagnak a legrégebbi alkotásai. Ezek egészen más technikával és más stílusban készültek. Akkora képekről van szó, vászonra, illetve papírra festettem őket. A két szélső kép parafázis kép, ami azt jelenti, hogy Szent Bertalan, illetve a megkeresztelés történetét mesélik el, a megszokottól kicsit eltérően, az én stílusomban, egy más szemszögből, remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek. A kiállítás április 15-ig megtekinthető a színház nyitvatartási idejében, illetve szeretném még elmondani nektek, hogy szervezünk egy jótékonysági árverést, melyen a kiállított képek megvásárolhatók, a befolyt összeget pedig a Caritas segítségével rászoruló családokhoz fogjuk eljutatni, méghozzá tartós élelmiszer formájában. Biztatlak benneteket, hogy gyertek el, nézzétek meg akkor is a kiállítást, és ha van lehetőségetek, akkor segítsetek, hogy minden nagyobb összeggel, illetve adománnyal tudjuk segíteni a családokat. I had a dream, I lived in a world of discrimination. Different races, raising killers and rapists. Fake like I live in the Matrix, so I awaken. This is the case. Day to day, your minimum.